Vigne, Hoppa! Si mondta! Voltam volna! Jó, várjál, várjál! Mi az? Van nála? Jöhet az is. Ugye? Hát ez tényleg mindent megeszik! Kurva jó! Van még, bármire! Figyelj! Az öret! Paraszkolvász! Gyere! Paraszkolvász az is! Figyelj! Kvalifikációra jöttem. Szia! Jó helyen jársz? Ügyes volt! Jó helyen jársz? Ügyes volt! Tamás! Játszok bele egy picit! Nóra! Ezer éve! Milyen jól nézel ki! Köszönöm, te sem panaszkodhatsz. Hát ő... Tiborc! Tiborc? Igen, a versenyre. De ő... Puli, puli. Puli? Aha. Hát csak olyan... Hát ez kurva jó! Edzett. Lehet olyan... jó. Őt nézd meg! Imádni fogják! Őt nézd meg! Komondor! Komondor! Jaj, milyen izgalmas! Komi! Komi! Nem kocsi? Komi. Jaj. Jól írtam. Komi. Jaj, hát megeszlek. Nagyon szép ez a bunda. Milyen izmos. Milyen szép a szőre. Hát sokat igen. Foglalkozni. Mit mondtál, Nóri, hogy titeket, hogy hívnak? Tiborc, CZ-be. Vak. Hát nem lát, igen. És őt hoztad a versenyre? Persze. Vak komondort? Igen. És regisztráltad? Persze, már regisztráltuk. Jó van, ügyes van. Jó van. Bocs, semmi személyes. Gyere, ügyes van. Jó van. Igen? Mi változott a szabályozatban az két lábra. Hopp! Nagyon ügyes. Gyere. Hát nincs benne a szabályzatban, hogy a szépség és ügyesség versenyen vakkutyák is indulhatnak. Nem indulhat egy vakkutya. Mert miért ne indulhatnak? Mégis sem tud menni az akadálypályán. Na! Beszarsz, kitaláltuk. Esélyegyenlőség. Tamás lesz a vakkutya vezető. Itt az akadálypálya. Figyelj! Itt az akadálypálya. Jön a vakkomondor, jön a vakkomondor! Meglátja a kiskaputét! Hoppá! Ennyi. Ki a győztes? Hm? Nem kell aggódnod. Na? Hát... Ez az. Igen? Én nem aggódom, mert hogy már a negyedik éve fogjuk megnyerni a versenyt, de ez... Szerintem ez ciki. Jó. Mi a mint, hogy, ez szakmailag teljesen indokolatlan, Tamás. De te is tudod, dolgoztunk együtt. Hogy? Mondd ki! Hogy ez a kutya, ez nem hibátlan, hát ez beteg. Na! Álljunk meg egy pillanatra. Tehát a beteg ellentéte az egészséges. Ez a kutya egészséges. Jó? Az más kérdés, hogy fogyatékkal él. De nekik pedig esélyegyenlőséget kell nyújtani. Komi. Miért kéne nekik külön verseny? Mert van az olimpia, meg van a paralimpia. Na. Tamás, ne hagyd már én. Álljatok már meg, komolyan itt. Fölhergelitek szerencsétlen kutyát, mert itt fogyatékosozzátok, meg paralimpiázzátok, pedig semmi baja nincs neki. Ez egy nagyon szép, nagyon egészséges, magyar kutya. És sokkal magyarabb kutya, mint bármelyik kutya, mert a vakságával, képzeljétek el. A vakság az Magyarország természetföldrajzi környezetében kialakult tulajdonság. Innen terjedt el az egész világon. Semmi volt. Igen! Ügyes volt. Tamás! Tessék. Éppen eleges szívok, emiatt jó. A magyar kutyatörvény miatt. Azt mondtad, nem hozhatok német juhász, hogy a legegészségesebb, legszebb kutyát. Persze, hoztam pulit, felépítettem egy pulifarmot, ebből élek. És akkor most azt mondod, hogy kirögtetjük magunkat a szakma előtt egy vakkutyával. Aki már nem az a baj, hogy vak, csak ez egy ügyességi és esztétikai verseny. Ez egy szakma, itt vannak szabályok, vagy nincsenek? Neked most tényleg az fáj, hogy elhoztam a vakkomondoromat a versenyre, és jó esélyekkel nyerni fog. Ennyi? Tamás. Mi van? Mi van? Már hogy bárkinek megvan az esélye, hogy nyerjen. Puli a fajta, ugye? Ho, most lebuktatok. Álljunk meg. Mi az, hogy jó eséllyel nyerni is fog? Mi az Isten az, hogy jó eséllyel nyerni? Szokták ezt így mondani? Te is szoktad ezt így mondani. Én akkor szoktam ezt így mondani, hogyha a
kutyám megérdemli. Hát Komi is, igenis, megérdemli. Igen, ügyes. Na. Ebbe tüntetés lesz. Címlap. Tüntetés lesz. És akkor mi van? Az emberek minden szarért tüntetnek. Tüntetnek, az hazamennek. Kimennek, összeszarják a Kossuth teret, az hazamennek. Ennyi. Nem félted az állásod? Hát, nem. Ja, hogy én vagyok a hülye? Hogy ez a legmagasabb körökből? Igen. Aha, ezt nem is mondtattam el. Két hete a lányom szülinapján. Mégis mit kellett ezért megtenned? Jaj, ugyan mi, már! Mi, mondd meg! Most itt neki jön személyeskedni, meg vádaskodni. Azt állítod, hogy itt előre lejátszott meccsek vannak. Magyarországon vagyunk, itt ilyenek nem történnek. Ugyan már! Elfelejtetted közölni, hogy hátba fogsz szúrni. És nem csak engem, hanem az összes olyan tenyésztőt, aki még próbál itt valamit összehozni. Jaj, ugyan már te beszélsz, amikor négyszer egymás után nyered meg a versenyt a német USA-i valakitért. Hagyjuk már! Rengeteg pénzem van benne, és most... Akkor? Ha a puli is vak, akkor van esélye? Nem mondtam, hogy nem vak, tehát akár vak is lehet. Ha vak az új szexi. De végül is miért ne? De az én kutyám a vak, érted? Föl nem mert venni. Az én kutyám a vak, az nem vak. Gyere, Komi, nézd meg, egy vak kutya, neki megy akárminek. Gyere szépen, neki megy. Te kutya, neki megy akárminek. Nem megy az neki semminek, igen, mert nem ügyek. Igen, te kutyádnak, az meg! Te most mit csinálsz? Komi! Nem bizonyítom! Semmi baj! Normális vagy! Pazd meg! Neki megy a kutyát! Az legalább annyira magyar! Komi! Gyere Komi! Menj neki! Mit csinálsz? Gyere Komi! Menj neki! Ne félj tőle! Hoppá! Kész! Ügyes vagy Komi! Jaj, gyere! Hoppá! Neki megy! Válj már ezt! Gyere! Szegény! Tamás, elég lesz, tartalékulj a versenyre is. Tamás, megosztott elsőhely, nem fog leállni. Dupla pénzé, nekem is érdekel. Annyit tudok mondani, hogy majd meglátjuk. Az jó, igaz, Komi, majd meglátjuk. Ha már a vak az új szexi, igaz? Komi, jól van.